Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a legújabb Dream Jobs kávészünetben. Én Bártfai Krisztián vagyok, és ahogy már megszokhattátok, nem vagyok egyedül. Velem van Csábi Boróka is, a te vagy a brand vezető alapítója, és ma egy kicsit a személyes márkázásról és a személyes márkáról fogunk itt beszélni nektek, és most egy kicsit másképp fogunk kezdeni, mint ahogy szoktam, mert megkérem kicsit Borókát, hogy meséljen arról, hogy mi is ez az egész, és mi is a te vagy a brand, meg ő maga, hogy került ide. Jó. Sziasztok, üdvözöllek Krisztián és minden kedves hallgatót. Nos, ugye szerintem maga a cégem, a brandem neve mindent elmond, ugye te vagy a brand. Ez annyira vicces, hogy még néha beszélgetésekben, hogy hát te tudod, te vagy a brand, ja igen, te vagy a brand, meg az emberek már ezt így előszeretettel hashtagelik is. Az én vállalkozásom arról szól, hogy most már így 10x éve a marketingben, nyilván láttam, a szemem előtt történt ez az egész digitális átalakulás, tehát hogy tényleg amikor megjelent az IVIV, meg Facebook, meg társaim, és nyilván láttam a folyamatokat, hogy az életünkre, nyilván mint magánember kapcsolatainkra, hogyan volt ez hatása, és nyilván mint marketing szakember, mint kommunikációs szakember, hogyan formálták ezek a giga meg a vállalatok itt az életünket és a szokásainkat. És észrevettem egy trendet, amiről nyilván, hogyha utána olvasol, nem csak én vettem észre egyedül, de én is észrevettem, hogy a személy egyre fontosabbá válik a marketingben. Tehát még van is erre egy ilyen divatos kifejezés, hogy már nincsen B2C marketing, meg B2B marketing, hanem H2H van, azaz human to human marketing. És én azt gondolom, hogy ezt a formálódást a marketingben ugye a közösségi média okozta, hiszen itt mindenkinek profilja van. Tehát, hogyha megnézed, mit tudom én, Bill Gates-et, akkor van personal brand profilja is, megnézed ugye Elon Muskot, ő is Twitteren tudjuk, hogy nagyon tolja kommunikációt. Tehát, hogy ezeknek az óriás, vagy Zuckerbergnek is ugye, ha megnézed, a Facebook követőtábora nagyobb, mint magának a Facebook cégnek a követőtábora. Tehát, hogyha megnézed így nagyban is a képet, akkor igény lett arra, hogy ezek a véleményvezérek, akik formálják a világunkat, most ugye a cégeken keresztül, ezek mind ember is megnyilvánuljanak. És az nem csak a nagy emberek szintjén, de egyre jobban a hétköznapi civil életben is ott van, mert Zuckerbergnek van egy olyan idézete, hogy, vagy egy gondolata, hogy azzal, hogy te elkezdesz posztolgatni a Facebookra, onnantól kezdve te egy imást építesz, és gyakorlatilag építed a brandedet. Tehát a Julika nagymama, aki kirakja a tulipános képeit, ő is brandet épít valahol, ha tud róla, ha nem. Tehát onnantól kezdve, hogy elkezdjük kipakolni magunkat, onnantól láthatóvá válunk, és nyilván ezt használhatjuk az előnyünkre is, vagy válhat a hátrányunkra is, hogyha nem jól csináljuk. És a te vagy a brand az ezt a formálódó piaci igényekre egy válasz. Képzéseink vannak a vállalkozóknak, hogy hogyan építsék fel az online térben a vállalkozójukat, a self-brandjüket, és rengeteget járunk nagyobb, főleg ugye a multinacionális cégekhez, ahol sokszor a vezetőknek kell előadást tartanunk, vagy a HR-eseknek kell előadást tartanunk, és megértetni velük, hogy akkor miért lenne fontos ilyen employer branding szempontjából kommunikálni a mondjuk a LinkedIn-en, ugye, ami eléggé kezd szerencsére most már felkapott lenni, és akkor így evangelizáljuk úgymond a piacot ebben, és nyitjuk fel a nagyvállalatok szemét ebben, hogy ebbe valamiféle szervezettséget és tudatosságot vigyenek, amiben egyébként egész jó vannak, akik már egész előre vannak, vannak jó példák, egyre több szerencsére látom a LinkedIn-en is, van, ami az én munkásságomnak köszönhető, van, aki nem tudom kinek a munkásságának, de látom, hogy egyre jobban mocorognak, meg kommunikálnak ezek a vezetők,
És nyilván ez, amit a Te vagy a Brandel csinálunk képzések formájában főként, reklámügynökségi tevékenységet is végzünk, de szerintem az most itt nektek nem annyira releváns információ, hanem inkább ez az oldala. Úgyhogy ezek vagyunk mi. Így van. Arra vagyok kíváncsi elsősorban, hogy arra készültünk, hogy tényleg a személyes márkáról beszéljünk, szóval, hogy egy nagyon tömören, nagyon röviden mondd el nekünk azt, hogy mi az a személyes márka, és mik azok a legfontosabb elemei, amikre kiemelten figyelni kell. Igen. Ugye személyes márkaépítés sok szempontból fel lehet dolgozni, mint fogalmat, de itt most próbálom abból a szempontból, ami számotokra releváns, hiszen ugye egy celebnek a személyes márkája, vagy egy vállalkozónak a személyes márkája, vagy egy munkavállalónak a személyes márkája, az kicsit máshogy csapódik le, és kicsit más céllal és más eszközökkel kell csinálni, de a lényeg az, hogy ugye maga a márkaépítés, mint szó, is onnan származik, hogy régen ugye úgy különböztették meg a jószágokat, hogy ne keveredjenek el az egyik gazdája a másikkal, hogy rányomták a pecsétjét a gazdaságnak, és akkor így felismerhető volt, hogy ki melyik marha tartozik ide, és melyik oda. És ugye ez a megkülönböztetés volt a célja, hogy ne keveredjenek el a jószágok, hogy ki kié, és most ez így nagyon fura átkötés lesz így a jószágok után az emberre, de igazából erről van szó, hogy itt a munkaerőpiacon nyilván van egy jó állás, és egy dream job, és sokan szeretnénk ugye azt megkapni, és hogyan leszel te abból a 10 vagy 20 vagy 30 vagy 5 vagy X mennyiségű jelöltből az, akire felfigyelnek, az, akire azt mondják, hogy na ő a tökéletes választás nekünk. És nyilván ehhez kicsit meg kell mutatnod magadat, elkerülhetetlenül, és ez lenne gyakorlatilag a személyes márkaépítés lényege a te számodra, hogy meg tud fogalmazni úgy magad, és ki tud emelni a saját erősségeidet, hogy azok a cégek, akiknek hasonló értékrendek, vagy hasonló beállítottságú embert keres, azt tudja rád mondani, hogy na ő tökéletesen be fog illani a csapatba, ami szerintem most már egyre nagyobb szempont, mert én is cégvezető vagyok, és tudom, hogy sokszor az, hogy milyen ember valaki, én előrébb veszem annál, hogy mennyire mély szakember, mert a szakemberséget azt én tudom fejleszteni nála. De az emberség az egy olyan dolog, ami kicsit nehezebb, úgyhogy nálam például fölülírja az, hogy valaki milyen ember, és utána egy másodlagos szempont az, hogy milyen szakember, és szerintem ezzel még sok cégvezető így van, hogy legalább olyan fontos, vagy kinél, hogy van a mérleg, ez nyilván egyedi, de hogy nem csak az számít, hogy mennyire jó mérnök vagy mennyire jó, nem tudom, jogász vagy, hanem az is, hogy milyen ember vagy, és tényleg beleillesz a csapatba. Úgyhogy valahogy ezt kéne ugye megmutatni a személyes márkáddal. Jó, mire érdemes kiemelten figyelni, amikor így elkezdünk egy személyes márkát felépíteni? Gyakorlatilag, hogyha te jelen vagy a social médián, akkor onnantól kezdve van egy imázsod, és személyes márkát onnantól kezdve mondhatjuk, hogy építesz, hogyha ez tudatossá válik az, hogy te mit raksz ki, és mit nem raksz ki. Most nekem nagyon sokszor ugye voltak HR-esek az előadásaimon, és mindig elmondták, hogy igenis megnézik a profilokat, megnézik a LinkedIn-t, és elég alaposan megnézik, tehát hogy így bogarásszák, mert hogy vannak ilyen kis indikátorok, amiket figyelnek. És főleg, amikor már az utolsó köröknél, mert lehet, hogy még az elsőben nem annyira, de hogy már a vége felé. Szóval ezt tudnod kell először is, hogy megnéznek, jó? Tehát, hogy meg fogják nézni a Facebookodat, meg fogják nézni a LinkedIn-edet, meg fogják nézni az Instagramodat, ha van, és nyilván innentől észnél kell lenni. Én tudok konkrétan egy sztorit, ami nagyon extrém, hogy
kérdezték az állásinterjúban, hogy hát is bulizgatás, ja, nem, azt nem. Közben a fickónak tele volt a Facebookja ilyen fesztiválos, ivós képekkel, és nyilván pontosan ez egy ilyen beugratos kérdés volt, és nem elég, hogy jó, még bulizgat valaki, oké, most ne ítélkezzünk, de nyilván az, hogy hazudik valaki egy állásinterjúban, onnantól kezdve már ne számítson túl sok jóra. Persze ez egy extrém példa, de akár ilyen apróságokon is tud múlni. Én sokszor hallok ilyet munkám során, hogy ilyen apróságokon csúszott el egy tender, hogy valaki megtalálható volt LinkedIn-en, valaki nem. Egy startup befektetés. Tehát, hogy tényleg ez a szimpátia megvan-e alapozva így azáltal, hogy te normálisan vagy jelen, mert szerintem azért sok mindent elárul az emberről, én azt gondolom. Úgyhogy figyelni kell minden munkavállalónak arra, hogy nyilván, hogyha te prezentálsz magadról valamit, egy képet, egy leírást, akkor az szinkronban legyen, hogyha mondjuk a HR-esek megnézik a profiljaidat, mert meg fogják nézni. Oké. Pont ezt akartam kérdezni, hogy hogyan tudod felhasználni a személyes márkedet kiválasztási folyamat során, de akkor megválaszoltad gyönyörűen, hogy gyakorlatilag ugye ma már elkerülhetetlen az, hogy gyakorlatilag górcső alá kerüljön a személyes márkád, még ha nem is tudod tudatosan, hogy van. Jó. Én abszolút ennyivel készültem a mai napra. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. A nézőknek akkor ajánlom, hogy nézzék meg a te vagy a brandet, vagy a márkát, keressetek rá mindenképpen. Ha bármilyen, a jövőben bármilyen témával kapcsolatos kérdésünk van, vagy bármilyen, nagyon szívesen keresnélek majd még, esetleg tényleg mondjuk, ugye nálunk is ugye előtérbe került ugye a self-branding profil, ami gyakorlatilag erre az elméletre épül nagyon erősen, szóval én nagyon szívesen látnálak még egyszer, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. És még annyit szeretnék mondani, hogy nyugodtan keressetek rám Facebookon, Instagramon, LinkedIn-en, most már egy hete TikTokon is, és mert én is építem a brandemet, most már több éve, és pont azért is, hogy nyilván, ha erről beszéljek, hiteles legyek, és én is érezzem ezt, hogy ennek a mindenféle előnyét és hátrányát, meg szeretnénk így példát mutatni, hogy hogyan lehet ezt így jól csinálni. Tehát, hogy hogyan lehet úgy csinálni, hogy ne az agyára menjél az embereknek, meg idegesítsd, meg túltold, hanem értéket átadva, valamit tényleg képviselve. Hát nyilván ezt ítéljétek meg ti, hogy mit láttok, vagy milyennek látjátok a brandemet, de hogy én ezt pont azért is csinálom, hogy egy ilyen jó példának szolgáljon, hogy ezt lehet így, jó? Úgyhogy nyugodtan keressetek rám mindenhol. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. A nézőknek meg köszönöm azt, hogy velünk tartottatok. A következő videóban találkozunk. Addig is kövessetek minket, ugye mindenhol, ahol megtaláljátok, ezt majd az outroban elmondom. Addig is sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy megnézted a videót! Hagyj egy kommentet, meg egy lájkot, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Ha néznél még egy videót, itt találod a sorozat lejátszási listáját, valamint a legújabb videónk. Kövess minket Facebookon, valamint Instagramon. Minden linket megtalálsz a leírásban.